Pár nappal ezelőtt mi is beszámoltunk arról, hogy nem vonulnak le a legelőkről a hortobágyi gazdák, bár lejárt a bérleti szerződésük, de hát még nem járt le az ideje annak, hogy az állatokat be kelljen hajtani a legelőről. Itt egy kicsit a dátumok elcsúsztak, enyhén szólva. Gőgös Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mik a legfrissebb információk azon túl, hogy azt mondták, hogy már pedig maradnak, mert nincs is hova menni, meg egyébként is, de most mi lesz velük, mi lesz az állataikkal, meg a jelenükkel, jövőjükkel? Hát ugye alakul egy pertársaság, ezt onnan tudom, hogy tegnap beszélgettünk erről velük, és megpróbálják a polgári peres úton kártalanítatni magukat a Hortobágyi Nemzeti Parktól. Erre minden alapja megvan, mert iszonyatos kár éri őket. Tehát látszik, hogy itt senki nem foglalkozott azzal, hogy mi lesz a korábbi termelőkkel. Ez ugye többször kiderült, ugye többször is foglalkoztunk ezzel. Ez mindenképpen új fejlemény, amin nyilván ez nem az ő dolguk, hanem inkább úgy gondolom a miénk, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy környezetkárosítás alapos gyanúja miatt összerakható egy büntető feljelentés. Szerintem igen, ugyanis hát az a környezetkárosítás a dologban, hogyha előírnak egy természetvédelmi területre, hogy legeltetéses állattartást kell ott végezni, és az is folyik ott 40 éve, akkor nem megengedhető, hogy mondjuk akár 2 évig is nincsen állat a területen. Ugyanis most a pályázati döntések olyan irányba mentek el, hogy szinte minden új szereplő azzal nyert, hogy majd 2 év alatt biztosítja a szükséges állatállományt. Na most 2 évet nem lehet. Majd 2 év alatt az lehet 2 hét is, lehet, meg de mondjuk akkor, 2 év is. Ha 2 hét, akkor ma ott lenne. Ott lennének az állatok. És arra hivatkozik a mostani termelői kör, hogy nem járt le a gazdasági év. Egyébként ez teljesen jogos, mert ugye a birkánál az a mondás, hogy amikor a havat viszi be az akolba a hátán, ugye, akkor abban lehet hagyni a legeltetés még október közepén végén. És hát ők ezt úgy gondolják, hogy nincsen szakmai indoka a szeptember 1-jének. Most sokáig nem is értettem én sem, hogy most miért pont szeptember 1, lehetett volna augusztus 1, tehát akármi. Aztán megnéztem azért a támogatás politikát, amiről itt a felvezetőben is szó volt, az szeptember 1-jével, aki nincs birtokba, az arra az évre 30 ezer forintot bukja. Hektáronként? Hektáronként. És ezért van az, hogy a KEHI vizsga lezárult ellenére, amire pedig minden állami vezető azt mondta, hogy addig nincs szerződéskötés, míg annak nincs vége, SMS-be üzentek a gyerteseknek, hogy akkor azonnal menjenek szerződést kötni, és meg is kötötték a szerződést. Kötik, vagy már kötik. Meg is kötötték. Jó, 90%-át. Most egy dolog nem tudtunk még a végére járni, de ez is kell egy valamilyen szintű peres ügy. Lehet, hogy pont az én rágalmazási perem lesz erre majd jó, ahol azért én beidéztettem már a minisztert, meg sok mindenkit, hogy azokkal is megkötötték-e, akikkel szemben konkrétan bűnvádi eljárás folyik. Tehát a Fikliv Laci meg egyéb, mert ugye rengeteg van ilyen is. Én azt hiszem, hogy itt ezt az egészet, ha Hortobágyon normális helyzetet akarnak, és nem akarják, hogy vér folyjon, mert itt most már olyan indulatos a helyzet, akkor újra kellene tárgyalni az ottani termelőkkel. Egyébként az első percben ezt kellett volna tenni. Amikor én jeleztem még januárban a miniszterelnöknek, hogy miért nem hagyták megegyezni a helyi termelőket, akkor azt mondta, hogy nem enged mutyizni. Csak azt nem értem, hogyha 1250 forintot szednek mindenki több életi díjat, akkor hogy lehet mutyizni? Mert más egy licit, ahol azt mondják, hogy nem lehet összebeszélni, ugye, nem illik az állammal szembe. De nem, itt ez, én azt gondolom, egy 3-4 év alatt összerakott projekt, nagyon sok problémás vállalkozó meg vállalkozás került ott a képbe, és így próbálnak rajta segíteni. Csak én meg azt gondolom, ez gusztustalan. Azért gusztustalan, mert nagyon-nagyon régóta ott működő család. Mi az, problémás vállalkozás? Hát én most megnézegettük, hogy kik nyertek. Tehát ott majdnem mindenkinél felszámolás volt korábbi cég kapcsán, óriási adósságállomány van, be nem fejezett beruházások vannak különböző. De legalább az agráriumban dolgoztak? Vagy nem. Itt bankcsődökkel is összefügg, tehát ilyen takarékszövetkezi csődökkel is összefügg ez a dolog. Ez egy nagyon-nagyon szövevényes ügy, aminek nyilván majd előbb-utóbb a végére lehet járni, de most én azt hiszem az a legfontosabb, hogy az ottani termelők maradhassanak egészen addig, ameddig szakmailag ez indokolt, és egészen addig, míg mondjuk az új szereplő nem tudja igazolni, hogy ott az állatállománya. A polgári pernek ugye másik alapja, hogy teljesen más egy vágóállatnak az ára, meg más egy tenyészállatnak az ára. Tehát itt több tízezer birkát is le kell vágni. Most van egy vágó, de ami heti 20-at levág. A 20 000 birkán azért 1700 elég hosszú idő. Tehát az a baj, hogy
senki nem törődik azzal, hogy ott szakmailag mi következik. És nem is hallgatnak semmire, mondják ugyanazt az őrült panel szövegüket, hogy igenis ott a családok jártak jól. Hát néhány fideszes család, igen, ott nagyon jól jár. És azok a családok, akik viszont eddig legeltettek, és most nem tudják hova... Földönfutók. Hát nem a semmiért voltak az úton a birkák. Megmondták, hogy innentől kezdve ők birtokháborításban vannak. Akkor legalább ott tettek kukoricát az útra, aztán a birkák el voltak ott a kamionok között egy darabig, de nem ott a helyük. Tehát én azt gondolom... Van esély arra, hogy itt valaki valakivel még szóba áll, és újra tárgyalják ezt az egészet? Mert mindenhol reménykedtünk benne, hogy... Igen, hát ugye végelő volt szó. Én azt hiszem, hogy a valószínű az új bérlőknek se érdekel, hogy háború legyen. Tehát amennyiben nekik nincs állatuk, akkor már tettek olyan célzásokat, hogy hát nekik elég ám, hogyha a támogatást megkapják. Hát azért ez is eléggé bosszantó. De legalább akkor az állatok elhelyezése nem okoz majd gondot. A télen úgyis meg kell oldja mindenki az elhelyezést. Tehát én most azt hiszem, hogy ha kihúzzák mondjuk október végéig a legelőn, ami nyilvánvaló, mert senki nem vitt oda semmit. Tehát egyelőre ott állat a környéken új szereplőként nincs. Akkor van megint egy kis lélegzetvételnyi idő, amikor az állatok benn vannak a fedezékbe. Én remélem, hogy megjön valakinek az esze, és azt mondja, hogy akkor leül azokkal az emberekkel, és nem várja meg, hogy újabb atrocitások legyenek. Hány ilyen eset volt ma, hogy leült a régi szereplőkkel valaki, és megjött az esze? Azért a remény fogy el utoljára, én abba bizok. Ja, hát úgy lehet, így persze. Tehát ilyen ebbe, szempontból reménykedni most, lehet, csak a példák nem igazolják a reményeket. Én azt tudtam még mondani, hogy akármilyen polgári perben minden olyan segítséget, amit összeszedtünk, információkat, mert azért nagyon sok összejött, azzal én segítem őket. Én beszéltem az ügyvédekkel, vállalják ezt a keresetet, hogy legalább akkor már az anyagi oldalról rendben legyenek, de ettől még nem lesz további megélhetésük, ha most nyernek mondjuk a Nemzeti Parkkal szemben néhány millió vagy 10 millió forintot. És ha új szereplőként új állatok nincsenek a területen, az azért látható lenne, hogy van vagy nincs. Hogyne? Tehát látható, hogy nincs. Nincs. De vannak új bérlők. Velük nem lehet beszélni? Velük nem lehet, vagy önök nem tudnak közvetíteni mondjuk az új bérlő és a régi bérlő között, hogy hát neked még úgy sincs állatod, láthatóan nincs, nem tudom, hogy lesz-e valamikor két éven belül, de nekem meg itt van, és nem tudom, hol legyen. Hát a rendszernek az a problémája, hogy ugye, ha arra kényszerítik a régi tulajdonost, vagy állattulajdonos, hogy eladja olcsón az állatát, az megint elég gusztustalan. Mert itt ez is egy megoldás, hogy az új, a nyertes nevén nincs állata, úgy lesz állata, hogy eladja neki a régi. Egyébként erre a államtitkár tetszézást egy bizottságülés kapcsán, hogy hát aki nem nyert, az adja el az állatait annak, aki nyert. Csak azért és akkor utána miből éljen? Hát ez az. Hát erre nem mondott semmit. Én azt gondolom, hogy vannak még nem lepályáztatott területek. Tehát ami nem olyan helyeken van, hogy mindenkinek jó, de legalább néhány családnak most meg kellene ígérni, hogy azért a meglévő állatállomány ellátását legalább azokon a területeken hagyjuk már biztosítani, és akkor talán egy kicsit nyugodtabb szívvel viselik el azt, ami szerintem elviselhetetlen 50 év munka után. Ma nem csak az agráriumról beszélt akkor, amikor sajtótájékoztatót tartott, hanem erről bizonyos Lázár János által igen, már meglebegtetett Államreform 2 nevű programról is. Azt mondta, hogy ez egy közpénzből finanszírozott pártkampány. Miért ez pontosan mi? Hát ugye, amit tudunk róla, vagy hát amit bejelentettek, az, hogy mindenki kap majd gondolom minden háztartás vagy levelet, és elmagyarázzák neki, hogy milyen szenzációsan jól dolgozott a kormány, hogy most majd visszaadják a bukott az bankok. Államreform. Hát az mondták, illetve a bankra, a bankokra. Na most az államreformnál meg valószínű megírják, hogy akkor majd egyszer mindenki egy évbe vagy egy életbe kap egy ingyen igazolványt. Ugye az a baj a szerkesztő asszony, hogy amikor a Sándor palotában nem fértek el az államtitkárok, annyian vannak, akkor utána eléggé hiteltelen arról beszélni, hogy akkor spórolunk az államon. Most ez az Államreform 2 az, hogy majd egyszerre meghosszabbítom a jogosítványomat, igen, akkor kapok egy biankot cseket, és nem kell fizetnem. Így, pontosan. Hát legalábbis ennyit tudunk róla. De ugye, ha most már minden ígéretet összeadunk, amit elhangzott a támogatásügyben az állattartóknak, meg egyéb, hogy lassan össze kéne rakni, az már 1000 milliárdnál tartunk. És én nem látom a költségvetést. Tehát egy költségvetés meg nincs. Na most addig könnyű ígérgetni, míg október 12-ét el nem érjük. Addig kell. Hát igen. Utána csak, már nehezebb, mert csak, a számok azok magáért csak beszélnek. Ugye itt azt ígérték, hogy megvédik a nyugdíjkasszát. Hát ha úgy védik meg ezt is, akkor eléggé nagy baj lesz. Tehát én erre mondtam azt, hogy ez egy blöff az egész. Tehát én innentől kezdve most azt sem hiszem el a Lázárnak, amit kérdez egyébként. Tehát általában most már itt tartunk. Nem beszél arról, hogy dilettáns emberekkel hajtatja végre, amit akar. Ez igaz a támogatás politikára, igaz mindenre. Hát most már jó lenne, hogyha
olyan szereplőket küldenének ki Brüsszelbe tárgyalni, aki azért nagyjából eligazodik ebbe a rendszerbe, mert egyszerűen nevetségesé válunk. Most tárgyalt le 34 milliárd eurónyi költségvetési pénz részleteit Lázár János. Viszont önök meg fél éven belül elköltöznek. De hát nemrég költöztek oda? Hát én most mindig nem költöztem be egyébként, úgy gondolom, hogy oda már nem is nagyon kell. A Jókai utcában. Igen. De hát most már akkor ne költözön, ha eddig nem költözött. Hát el vagyok én ott, tehát vannak ott helyek, ahol le tudok ülni. Tehát én ebből soha nem csináltam presztis, így el szerkesztő asszony. Én olyan jól voltam, az államtitkár lettem a minisztériumban, aztán úgy sem volt mondjuk 2-3 hétig irodám. Nem az irodám múlik, így el a dolog. Itt sem az irodám múlik. Az irodám székházról van szó, pontosan, amivel szerintem túlzásba estek annak idején azok a korábbi pártvezetők, akik úgy döntöttek, hogy először is fél évig bérleményben voltak, hogy ez megépüljön, vagy átépüljön, és akkor lett egy, tudja, mindig a műhely, én nekem voltak olyan tapasztalataim, hogy gyönyörű irodaház, Pápán is van ilyen, és akkor hátra mentünk, és egy sufni volt a műhely. Na most itt fordítva kell dolgozni. Tehát nem a gyönyörű irodaház a lényeg. Ezt viszi a bank, ezt az ingatlant, nem viszi, hogy el akarják adni? Nem viszi a bank, nem, hát minden hitelt kifizetünk, ami kell, csak... Beárulják. Hát keresünk egy olyan megoldást, hogy ne terhelje ez túl a rendszer. Tehát nem lehet hagyni, hogy mondjuk egy negyedévnyi állami támogatás menjen el egy ilyen irodának a fenntartása. Nem vagyunk most abban a helyzetben, lehetünk még, amikor ez ellen... Nem vagyunk már olyan sokan. Így van. És én azt gondolom, hogy nekünk most koncentrálni oda kell, ahol a munka folyik. Nyilván folyik a munka a fővárosba is, de még egyszer mondom, a műhelynek kell rendben lenni, nem az irodának. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.